A következő napokban akár 38 fokot is mérhetünk. Ilyen melegben csak fokozott elővigyázatossággal javasolt napra menni. A strandfürdőben 10 medence, köztük termálvizes, sportolásra alkalmas versenymedence és számos élménymedence közül válogathatnak a kikapcsolódni vágyók. Az Egri várban sem csak az árnyékban hűsölhetnek a látogatók, hiszen a kazamata rendszer több mint 200 méter hosszú szakaszában is eltölthetnek egy órát. A táratvezetések során az aknafigyelő folyosókba is le tudnak jutni az arra érdeklődők, ahol is egyébként átlagosan egy 12-14 Celsius fok van, tehát egy hűsítő programról beszélünk, ha mondhatom így, illetőleg odalent 4-6 méter mélyen fogunk majd kalandozni, valamint hát azt is hozzá kell tenni, hogy ez az aknafigyelő folyosós programelem, tárlatvezetés, ez egyébként nem az 1552-es, hanem az 1596-os ostromról szól. Eger alatt húzódik a mintegy 3 km hosszú érseki pincerendszer, mely több mint fele látogatható is, így a hűsölni vágyok ide szintén behúzódhatnak a nagy meleg elől. Csobogó patak hangja mellett a gyönyörű, különböző formációban lerakódott cseppőszerű képződmények mellett, fagyörekek, gyökereken keresztül és különleges vájatokon át nyújt rendkívül látványos teret, illetve lehetőséget, mindamellett pedig az ide látogatókkal, akik csak idegenvezetővel látogathatják a pincét, egy borkóstolás van, illetve a borsodnádasdi Molnár Kalács kóstoláson is részt vesznek. A Szépasszony völgyben számos pince kínál a nedők mellett hűsölési lehetőséget. Ebben a helyiségben például állandó 20 Celsius fok van, azonban itt egy bemutató terem is található, ahol a látogatók vezetett túrákon ismerhetik meg a borkészítés lépéseit, kóstolóval egybekötve.